Köszöntünk mindenkit a Gombaszögi nyári táborban, vendégünk Rigó Konrád, kulturális államtitkár. Táborunk előző helyszíne kapcsán, Krasznahorka váralja kapcsán kérdezném az államtitkár urat, hogy jelenleg a renoválások hol tartanak? Hát a miniszterasszony két héttel ezelőtt volt épp Krasznahorkán, és tett egy kijelentést, miszerint 2020-ban legalábbis részben megnyílik a vár. Én nagyon bízom benne, hogyha ilyen komoly miniszteri figyelmet kap a felújítás, akkor ez meg is fog történni. Különböző projektdokumentációk és közbeszerzések zajlanak a háttérben, bent a várban pedig a kápolna restaurálása most már majdnem egészében elkészült. Ezek szerint mondhatni hozzávetőleges dátum az 2020? Így van, tehát a miniszterasszony ezt megerősítette. Az előző vezetés, tehát Marek Magyarics vezetése alatt hozzám tartozott ez a terület. Most a miniszterasszony és a főtitkár foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Én természetesen minden vezetőségi ülésen nagyon komolyan motiválom őket, hogy ebben effektíven haladjunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!